Áldás békesség, szeretettel köszöntjük testvéreinket, akik a mai karácsonyi istentiszteletünkön online módon együtt vannak velünk. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Az Istennek szent angyala mennyekből, hogy alászálla, és a pásztorokhoz juta, nékiekeképpen szóla. Mennyből jövök most hozzátok, és ímé nagy jó hírt mondok, nagy örömet majd hirdetek, melyen örvend ti szívetek. Amen. Ünnepi istentiszteletünk kezdetén énekeljük a 62. Zsoltárunknak az első versét. A 62. Zsoltárunk első versét énekeljük, amely így kezdődik. Az én lelkem szép csendesen nyugszik csak az Úristenben. Imádjuk és magasztaljuk megszületett megváltónkat a 485. dicséretünk éneklésével. A 485. dicséretünket énekeljük, az első vers így kezdődik. Jézus Krisztus szép fényes hajnal. Urunk, add nekünk azt az örömöt, melyet úgy hirdetett az angyal, hogy az egész népnek öröme lesz. Mert született néktek ma a megtartó, aki az Úr Krisztus. Ámen. Hallgassuk meg testvéreim Istennek karácsonyi üzenetét, amint megírva található a Máté evangéliumában.
A Máté evangélium a második részének olvasom az első két versét. Amikor Jézus megszületett a judeai Betlehemben Heródes király idejében, íme bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, és ezt kérdezték. Hol van a zsidó király, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk őt. Isten tegye áldotta az ő igének meghallását, befogadását és megtartását. Csendesedjünk el, és imádkozzunk hozzá eképpen. Uram és Istenem, tanítsd meg szívemet, hol és hogyan keressen téged. Hol és hogyan találjon meg téged. Mit tegyen, magasságbeli Isten, mit tegyen ez a távoli szem kivetetted? Mit tegyen szolgád, akit szerelmet szorongat, és messze vette te arcod elől? Emészti a vágy, hogy lásson téged, és távol van tőle arcod. Szeretne hozzád járulni, és lakásod hozzáférhetetlen számára. Arra vágyakozik, hogy megtaláljon, és nem tudja, hol vagy. Keresve keresne, de nem ismeri arcodat. Uram, meddig tart még ez? Uram, meddig feledkezel rólunk? Meddig fordítod el arcot tőlünk? Mikor tekintesz felénk, hogy meghallgass bennünket? Mikor világosítod meg szemünk, és mutatod meg nekünk arcodat? Mikor adod vissza önmagad nekünk? Tekints ránk, Uram, és hallgass meg, és világosíts meg bennünket. Mutasd meg magadat nekünk. Add vissza nekünk önmagadat, hogy boldoguljunk. Könyörülj rajtunk, akik küszködve igyekszünk feléd, akik semmit sem tehetünk nélküled. Taníts meg engem, hogy keresselek, és mutasd meg magadat minden keresőnek. Mivel nem kereshetlek, ha te nem tanítasz, és megtalálni se tudlak, ha nem mutatod meg magadat. Add, hogy keresselek vágyakozva, vágyakozzam rád keresve, találjalak meg szeretve, és szeresselek, ha megtaláltalak. Ámen. Isten igéjének a hallgatására készülve megszületett megváltónkat magasztalva énekeljük a 164. dicséretünknek az első versét. A 164. dicséretünk első versét énekeljük ige hirdetésre készülve, az első vers így kezdődik. Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent igét hallására. Kedves testvéreim, halljátok meg a karácsonyi örömhírt Isten igéjéből, melyet a már felolvasott ige szakaszból ismét olvasok, és amelyet Isten szent lelkét segítségül várva az ő üzenetét is ez alapján hirdetni kívánom nektek ebben az ünnepi órában. Megírva található Máté evangéliuma második részének a második versében. Mert láttuk az ő csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk őt. Kedves testvérek, mi is kell ahhoz, hogy igazán jól és tisztán lássunk? Feltétlenül szükséges hozzá először is a szemünk egészsége. És a szemünk egészségén túl kell a fény, a világosság. Sötétben nagyon nehezen tájékozódunk, és veszélyes a közlekedés, a vezetés is. És ha tudjuk, már pedig jól tudjuk, hogy az élethez a fény elengedhetetlen.
Már a Biblia első lapjain azt olvassuk, hogy Isten ezt mondta, legyen világosság. Majd a negyedik napon megteremtette a napot, a holdat és a csillagokat, hogy világítsanak és meghatározó jelei legyenek az ünnepeknek, a napoknak és az esztendőknek. Számunkra teljesen természetes az, hogy az éjszaka sötétségét felváltja a reggeli derengés, de átvitt értelemben is igaz ez. Ha valamit szeretnénk eltitkolni, ha valamit szeretnénk eldugni, akkor azt igyekszünk valaminek a mélyére, olyan helyre eltenni, ahová félig viccesen, félig komolyan azt mondjuk, hogy olyan helyre, ahol még a nap se süt rá. De így vagyunk nagyon sokszor a bűneinkkel is. Elhallgatjuk, rejtegetjük őket, nehezen hozzuk föl, nehezen fedjük föl, és hozzuk napvilágra. Adventkor Jézus Krisztus eljövetelére készültünk, az ő eljövetelét vártuk, és az a váradalom most beteljesedett. Annak a Jézusnak az eljövetelét ünnepeljük, aki ezt mondta magáról a Jelenések könyvében, én vagyok a fényes hajnalcsillag. Amikor az est hajnalcsillag feltűnik az égen, napnyugtakor, akkor a legfényesebb csillag az égbolton. Majd amikor másodjára feltűnik, hajnaltájban napkeltekor, akkor ez az utolsó csillag, amelyik még világít. És egyúttal jelzi számunkra azt, hogy már nem sokáig tart az éjszaka. Az éjszakának vége lesz, és közeledik a reggel. Így a hajnalcsillag reményt hordoz. Azt a reményt adja, hogy nem tart örökké a sötétség, az éjszaka. Milyen nagy szükségünk is van nekünk sokszor erre a reménységre, különösen most. Mert hányszor érezzük és gondoljuk azt, hogy nincs remény, hogy végtelenül hosszú az éjszaka, hogy sosem lesz már fény, nem látjuk föltűnni, hogy sosem jelenik meg a csillag életünk sötét égboltozatán. És mindig ilyenkor, ha kérjük Istenünket, akkor előbb és utóbb életünk égboltozatán megjelenik a reményt adó csillag, közel jön hozzánk Jézus, és újra reményt önt belénk. Ez a reménység vonatkozik most a világjárványra is. Hogy talán úgy érezzük, hogy sötétségben tapogatózunk, de Isten minden bizonnyal már elkészítette a szabadulást, és a remény meg fog csillanni számunkra. Ez a reménység vonatkozik egyházunkra is, hiszen sokszor érezzük, hogy körülöttünk mennyi gonoszság és sötét cselekedet van, de nem ez lesz a vég, mint ahogy halálunkkor sem, a haláli az utolsó szó. Mert Jézus képes előzni a rosszat és a gonoszat, nem csak ideiglenesen, hanem véglegesen. A bűn, a szenvedés, a halál, a bűnbeeséssel az első emberpár, pontosabban az asszony engedetlenségével jön be a világba, a kísértő hatható segítségével. És a legelső evangélium már a Biblia első lapjain olvasható, így is nevezzük, hogy az ős evangélium. Már itt elhangzik, hogy az asszony utódja a kígyó fejére tapos. És hogy asszonyon keresztül érkezik el a mi szabadításunk, a mi megváltunk a világba karácsonykor. Jézus Krisztuson keresztül benne így teljesedik be az első, azaz az ős evangélium. Mert a karácsonyi kicsiny gyermekben megjelenő Krisztus a kígyó fejére tapos az első húsvét alkalmával, és ezzel legyőzi a gonoszt és a halált. Adventben nagyon sokszor csak a gyermeket várjuk. De meg kell látnunk most, ma, karácsonykor, hogy Jézusban nem csak egy gyermek érkezett hozzánk, hanem a mi megváltunk is. Az a győzelmes király, aki visszatér majd ítélni élőket és holtakat. Felolvasott igénk 2020 karácsonyán három pontra szeretne bennünket emlékeztetni, és három pontban szeretné felhívni a figyelmünket a mi feladatunkra. Ezt a három pontot három igével itt tudnánk kifejezni, hogy meglátni, eljönni és imádni. Meglátni, vagy látni, meglátni a csillagot. A napkeleti bölcsek, akiket
tulajdonképpen csillagászoknak tart a hagyomány, és azt mondják, hogy csillagászok voltak, ők rendszeresen és őszintén kutatták a csillagokat, és meglátták a megváltó csillagát. A hagyomány szerint ez Krisztus előtt 7-ben történhetett meg, mert Krisztus előtt 7-ben egy rendkívüli ritka csillagállást figyeltek meg, vagy egy rendkívül ritka csillagkapcsolat lépett föl, amely ebben a formában csak minden 749. esztendő látható az égen. Igen, még ebben a járvány sújtotta helyzetben is különösképpen megtapasztalhatjuk Isten csodálatos hatalmát és kegyelmét, mert 2020 ismét a 749. esztendő, amikor ez a nagyon ritka csillagállás figyelhető meg a téli napéfordulókor december 21-től karácsony egész ideje alatt. Az ókori csillagászok a csillagos ég minden folyamatát nagy figyelemmel kísérték. A szippári csillagnaptár az egyik legősibb ékírásos emlékünk. Ezen az agyagtáblán a Krisztus előtti 7. év minden bolygó mozgása, bolygó találkozása, csillag mozgása hónapra és napra pontossággal följegyzi és megjósolja, meghatározza mindezeket a dolgokat. És ennek a naptának a fő témája a Jupiter és a Szaturnusz találkozása a halak jegyében. A Jupitert a világ ura csillagának tekintették, a halak csillagképét pedig a végső idők jelének. A Szaturnusz keleten Palesztina csillagának számított. A csillagás jelentése ezek alapján pedig az, hogy Palesztinában ebben az évben, azaz Krisztus előtt 7-ben megjelenik a végső idők uralkodója. Ez pedig pontosan az a váradalom, amellyel a napkeleti bölcsek Jeruzsálembe mennek a felolvasott ige szerint. A betlehemi csillag tehát történelmi tény. De mire való ez a csillag, a betlehemi csillag? Csillagot mi is ismerünk számtalant, gondoljunk csak a vörös csillagra vagy a Dávid csillagra, és mindarra, amit ezek jelentettek. Aztán csillagoknak nevezzük sokszor a színészeket, csillagoknak tekintünk híres, okos embereket, akik sok mindent adtak ennek a világnak. És sokszor csillagoknak nevezik a 15 perces hírnével rendelkező celebeket is. Karácsonykor nagyon sokan a karácsonyfa tetejére csillagdísz tesznek. Ez emlékezteti őket a betlehemi csillagra, amely a testélet Isten dicsőségét hirdette és mutatta az utat. A betlehemi csillag feladata, hogy elvezessen Istenhez és Jézushoz. A jó hír számunkra az, hogy mi is lehetünk ilyen csillagok. Talán mi magunk is tudnánk legalább egy olyan embert megnevezni, aki csillagként jelent meg az életünkben. Olyan embert vagy embereket, akik utat mutattak nekünk, vagy talán még ma is mutatnak. Az igazi az, amikor mi magunk válunk ilyen csillagokká. Nem tudjuk, hogy mikor történik meg ez, mert ezt nem lehet előre megtervezni. Egyet lehet tudni, hogyha valaki az Isten útján jár, akkor előfordul, hogy egyszer olyan fényes lesz a gondolata, olyan fényesek lesznek a gondolatai, a szavai, hogy mások odafigyelnek rá, és azt mondják, hogy milyen jó, hogy itt vagy, és mutatod nekünk az utat. Ez a csillag titka, hogy valami fényesség támadhat bennünk is, és egy másik embernek meg tudunk mutatni valami fontosat, amit azelőtt nem vett észre, amit nem látott meg. Mit is kell nekünk, keresztényeknek megmutatnunk? Szavainkban, gondolatainkban és tetteinkben. A legfontosabbat, az Úr Jézus Krisztust. Keresztényi feladatunk, hogy rajtunk keresztül mások is meglássák Jézus Krisztust, és megtalálják a hozzávezető utat. Jézus Krisztus azt is mondta, hogy úgy fényjék a ti világosságotok, hogy lássák az emberek a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. És fölvetődik bennünk a kérdés, hogy meg tudjuk mi ezt tenni? Tudunk mi csillagok lenni? Hála Istennek, igen. Mert ahogyan a csillagok a naptól kapják a fényt, hogy világítani tudjanak, számunkra Jézus Krisztus a világ világossága,
aki nekünk erőt, biztatást, bölcsességet ad, hogy csillagként mi is utat tudjunk másoknak mutatni. Másik feladatunkat így fogalmaztam meg, hogy eljönni. Feladat és örömhír az, hogy el lehet indulni Krisztushoz vezető úton, mert minket is vezet a betlehemi csillag, és utat mutat. Templom tornyainknak dísza a csillag, méghozzá a betlehemi csillagot jelképezi. Mi a templomban tudunk Jézus Krisztussal találkozni, mert a templom a találkozás és a töltődésnek a helye. Ott tudunk vele találkozni, a gyülekezet közösségében imádni őt. Amikor az angyalok megjelennek, több angyal jelenik meg, nem egy pásztornak, hanem pásztoroknak, és a napkeleti bölcsek is többen vannak. Többes számban olvasunk mindegyikükről a Bibliában. Mi indít és mi késztet bennünket az elindulásra? Az, hogy meg kell látnunk a csillagot. De honnan tudjuk megkülönböztetni, hogy melyik csillagnak a fényét kell figyelembe vennünk, melyik csillag mutatja nekünk az igaz utat? Hit kell hozzá, lelkilátás. Mi gyújtja meg bennünk a hitnek a lángját, a bizalomnak a lángját? Mert mi akárhogy is akarjuk, és akármennyire is igyekszünk, ezt nem tudjuk meggyújtani. De ha jön valaki kívülről, akkor egy olyan ember, egy csillagfényű ember, akin keresztül maga Isten érkezik el hozzánk, akkor Isten tudja meggyújtani bennünk a hitnek a lángját, csak legyen bennünk lélek. Igen, kell a lélek. És azt is mondhatnám, hogy mi is a Szentlélek hívására érkeztünk ide. Nem együtt vagyunk most a templomban, nem a templomba jöttünk el, hanem mindannyian az online térben, de a Szentlélek segítségével mégis közösen vagyunk együtt. Láttam egy talán elsőre viccesnek tűnő, de nagyon is komoly üzenettel rendelkező karikatúrát a Facebookon, amit meg is osztottam a kedves testvérekkel, hogy a sátán és Isten beszélget, és sátán azt mondja, hogy bezártam a híveid előtt, az emberek előtt a templomokat, gondolva a járvány idejére. Isten pedig azt mondja, hogy nem, te kinyitottál minden lakásban egy templomajtót. Igen, reménység szerint nagyon sokan ülünk így együtt, mindenki a maga lakásában, ahol a Szentlélek jelenlétével a lakás a templommá válik, és így vagyunk mi most együtt, mindannyian a Szentlélek templomában. Együtt vagyunk, hogy az ő igéjét hallgassuk, az ő igéjével feltöltsük a mi mécsesünket, hogy valóban a mi pislákoló mécsesünk nagy lánggal éghessen, és életünk ösvényének világossága lehessen Istenünk ígérete. Mert az eljövetel az nem öncélű, mert az eljövetelnek, a megérkezésnek célja van. Jézus Krisztus eljövetelének is célja volt, mégpedig az, hogy a bűnesetkor Isten és ember között megromlott kapcsolatot helyreállítsa. Ami lélekben való ideérkezésünknek is célja van. Az ige hallgatáson túl az, hogy így legyünk együtt, és így erősítsük egymást. Tudva azt, hogy a másik is ott ül a képernyő előtt, vagy imádságban van velünk. És a másik célja az, hogy megvizsgáljuk önmagunkat, hogy képesek és hajlandóak vagyunk-e arra, hogy Istenünk aláhajló szeretetét elfogadjuk, és harmóniában éljünk vele. Úgy, mint vele beszélgető, hozzá imádkozó gyermekei és olyan munkatársai, akik felelősen uralkodnak a számukra teremtett világon. Merre mutat hát, vizsgáljuk meg a mi csillagunk, merre mutat a mi lelki iránytünk, mire vezérel sok embert, kérdezhetnénk ezt is, mert nagyon sok embert más vezérel, a kényelem vagy a saját érdeke. De tekintsünk fel a csillagra, Jézusra, és tőle kérdezzük most 2020 karácsonyán is. Uram, most merre menjek? Hogyan döntsek? Melyik a te fényed, a legvilágosabb,
ragyogtasd föl számomra, hogy megmutassa az utat. Mert a betlehemi csillag a mennybe szeretne bennünket elvezetni, hogy ahol Jézus van, mi is ott legyünk. Mert kezében van mindannyiunk jövendője. A harmadik feladatunk és lehetőségünk az, hogy imádni. De nem a csillagot. A csillag ugyanis egy alkotás, egy teremtmény, ami az emberért van. A napkeleti bölcsek sem a csillagot imádták, hanem Jézus előtt hódoltak és neki vittek ajándékot. Tudták, hogy megszületett az, aki a csillagoknál is hatalmasabb. Régen azt hitték, hogy az égi testek azok istenek, és féltek tőlük. Az emberek lelki világa talán azóta sem sokat változott, hiszen az emberi lélek ma is nagyon sokszor nem Jézust kutatja, hanem a csillagokat. És a horoszkóp mondja meg számunkra, hogy mit jósolnak a csillagok állása számukra ebben és abban az időszakban, hogy mi számukra a legkedvezőbb és mitől kell óvakodjanak. De Jézusban a mennyi és a föld, a jelen, a múlt és a jövendő összekapcsolódik. Hogyan tudjuk akkor őt így imádni? Szolgálva. Azaz világítanunk kell. Nem elég csupán panaszkodni, hogy milyen sötét és gonosz ez a világ, amelyben élünk, hanem világítanunk kell, mint kicsi fénypontoknak, hogy tájékozódási pont lehessünk. Igen, tegyük föl magunknak a kérdést, hogy világít-e a hitünk, a cselekedetünk. Gondoljunk arra, hogy nem csak a templomunk tetején kell, hogy ott legyen a betlehemi csillag jelképe, hanem a gyülekezetünk tagjainak a lelkében is. A templom padokban, vagy így mondhatnám, hogy most otthon a kényelmes fotelekben, igen, lehetünk csillagokká. Legyen ez 2020 karácsonyának a célkitűzése. Világító csillagokká válni nem csak az ünnepekre, hanem életünk hátralévő részére. Csillagokká válni ott, ahol élünk, és naponta mozgunk, dolgozunk. Így dicsőíteni, és imádni a fényes hajnalcsillagot, hogy ne csak meglássuk és elinduljunk, hanem valóban célhoz is érjünk. Adja Isten, hogy mi is elmondhassuk, mert láttuk az ő csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk őt. Ámen. Énekeljük testvéreim, Isten megszólító szavára válaszul a 314. dicséretünknek első, második, harmadik, valamint hatodik versét. A 314. karácsonyi énekünket énekeljük, melynek az első versszaka így kezdődik, Jézus születél idvességünkre, amint régenten vala ígérve.
Csendesedjünk el és imádkozzunk. Könyörülő Istenünk, ki atyánká lettél Jézus Krisztus által. Hozzád jövünk, Urunk, hálánkkal és hódolatunkkal, hogy megköszönjük az életünket. De nem csak ezt a földi életet, hanem az örök életünket is, melyet fiad által adtál és készítettél el a mi számunkra. Kicsoda az ember, teszi fel a kérdést a zsoltáros, és kicsoda vagyok én, kérdezlek tovább, Uram, hogy a csodában, mely során meghajlítottad egeid és alászálltál, én magam is részes lehetek. Szeretnék most, Istenem, lélekben én is a jászolhoz menni. De mi van az én kezemben? Mit tudok én vinni? Van bűnös életem, van számtalan mulasztásom, vétkem, amely az égre kiált, és itt a földön is vádol embertársaimmal szemben. Köszönöm, hogy mégis jöhetek. Áldalak, Uram, hogy valahányszor ezzel a teheradománnyal érkezem hozzád, te elveszed, s kezemet, de még inkább szívemet szereteteddel öleled át. Megajándékozol igéddel, vigasztalásoddal, csodáiddal. Embereket hozol elém, akiket meg nem érdemlek, helyzeteket, amelyek fölül múlják az én elmémet. Szeretnék mindent felsorolni, mert te, Uram, mindezeket te engedted nekem megélni. Bocsáss meg, ha mégis hálátlannak bizonyulok. Megváltó Istenem, kérésem is van, karácsonyi nagy kérésem. Szeretném, ha szívem hálával megtelne és megindulnék, kegyelmedet látva az emberek felé, hogy megértsék a betlehemi éjszaka titkát. Meglássák szeretetedet, amellyel te hozzánk fordultál, megkönnyörülve a mi bűnös természetünkön. Szeretném, ha családomban, a barátaim között, munkatársaim életében is ott lenne a valóságos karácsonyi öröm. Szeretném, ha egy nyelvet beszélnénk, együtt imádkoznánk. Ma a világ sokat barkácsol, díszít és kézműveskedik. Uram, én most barkácsolás és díszítés nélkül hozom az én szívemet, és szeretném neked ajándékozni. Hozom ezt a beteg, bűnös, megfáradt szívet a te kezedbe. Szeretném, ha átvennéd és formálnád, gyógyítanád és megerősítenéd. Ezen az ünnepen ilyen furcsa az én ajándékom, de tudom, Uram, hogy nem utasítod el megtérő gyermeked. Kegyelmes szereteteddel maradj mindvégig én velem. Uram Isten, könyörülj, könyvedből ki ne törölj. Ámen. Mondjuk el együtt a mi Urunk Jézus Krisztustól tanult imádságunkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Hirdettem az adakozás lehetőségét, tudva azt, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Hirdettem a testvéreknek, hogy bibliolvasó kalauz, Calvin kalendárium és falinaptár kapható a 2021-es esztendőre. Mindezeket a lelkészi hivatalban lehet megvásárolni, előtte egyeztetni szükséges Kungazda Sándorné 100 tünde testvérünkkel. Hirdetem a testvéreknek következő karácsonyi istentiszteletünk alkalmát december 27-én 10 órakor itt az OVT vagy az Uros Café oldalán, amelyet aztán 11 órától megosztunk majd egyházközségünk Facebook oldalán is. Áldásvétele előtt istentiszteletünk végén énekeljük a 328. dicséretünket, egy kicsit emlékezve a kántálás szokására is, amikor Magyarország több vidékén még jellemző a kántálás szokása, ahol gyülekezeti tagok keresik föl egymást, és énekkel köszöntik őket karácsony ünnepe alkalmából. A 328. dicséretünket énekeljük. Thank you.
Karácsonyt ünneplő gyülekezet, fogadjátok Isten áldását. A karácsonyi ég alatt forduljon feléd emberarcok élő mosolyában az elfogadó irgalom, az ünnep ajándéka. Érkezzenek meg hozzád ma is az öröm követei, a szíveken és a szavakon megpihenő béke, a testé testvéré vált és lett ige vigasztalása. Isten áldjon meg téged karácsonyával. Ámen. Áldás békesség, áldott karácsonyi ünnepeket kívánunk mindenkinek.